Sziasztok, a hétvégén az olasz nagydíj következik. Így a mai Forma 1-szeres sprint témája nem lehet más, mint az Autodromo Nazionale di Monza. Vágjunk is bele! Monza egy Olaszország északi részén, Milánó szomszédságában fekvő, közel 125 ezer lakosú város. Ebben a városban található az a versenypálya, amit 1922-ben építettek, és a világ egyik első, direkt autóversenyzésre épített pályája. Nem meglepő ezek után, hogy az 1950-es F1-es naptár része volt a helyszín, és 1980 kivételével minden évben ellátogatott ide a száguldó cirkusz. A pálya több változáson is átesett az évek során, az F1 első éveiben jóval szögletesebb volt például a célegyenesre fordító kanyar, és még nyoma sem volt a ma ismert sikánoknak. 55-56 közt és 60-61-ben a célegyenes hosszanti kettévágásával egyszerre szerepelt a futamon az ovál és a most is ismert versenypálya, 72-ben elkészült a célegyenes végi lassító és az ascari kanyar kombináció, ez utóbbi 74-ben már alakítottak is egy nagyobbat. 76-ra a mostani helyére került a célegyenes végi kanyar kombináció, és megjelent a Roggia sikán, 95-re módosítottak a Curva Grandén és a Lesmo kanyarokon, 2000-re pedig elnyerte a mai formáját az első sikán, és így a pálya is. A jelenlegi nyomvonal 5793 méter hosszú, 11 kanyarból áll, 2 DRS zónát jelöltek ki rajta 2022-re, és 53 kört kell az idei futamon teljesítenie a pilótáknak. A pálya domborzata nem igazán érdekfeszítő, legmélyebb pontja 140,4 méter, legmagasabb pontja pedig 153,2 méteren van, tengerszint szerint. A versenyben futott leggyorsabb kör Rubens Barrichello nevéhez köthető, aki 2004-ben 1.21.046 alatt ért körbe a futamon, míg a leggyorsabb kvalifikációs kör Hamilton nevéhez fűződik, aki 2020-ban 1.18.887-es idővel szerezte meg a polt. A legutóbbi három futam itt is változatos eseményeket és eredményeket hozott. 2019-ben Leclerc, 2020-ban Hamilton, 21-ben pedig Verstappen indulhatott az élről, bár tavaly a leggyorsabb kvalifikációs kört Bottas futotta, és a sprint qualit is megnyerte, de motor cseréje miatt hátra sorolták, így a sprinten a harmadikról a második helyre feljövő hollandé lett az első rajtkocka. 2019-ben Leclerc az élről behúzta a futamot, 2020-ban és 21-ben viszont meglepetés győzelmek születtek. Előbb itt Gasly, utóbbit pedig Ricciardo nyerte. Magyarország és Olaszország közt nincs időeltolódás, és a verseny hétvége menetrendje is a szokásos, így a kvali szombaton 4-kor, a verseny pedig vasárnap 3-kor kezdődik. Nagyon röviden ennyit érdemes tudni az olasz nagydíj helyszínéről, jó szórakozást a futamhoz, na szevasztok!